Ez a kreatív műhely második része, amikor is a dekupás technikával ismerkedhetünk meg, ismételten Szabó Veronika fog nekem, és talán önöknek is segíteni. Miért is fontos ez a dekupás technika, és egyáltalán mi ez? Ez magyarul szalvéta technika. Tehát szalvétát ragasztunk fel dobozra, fára, papírra, üvegre, bármire. Most mi fára fogjuk felragasztani, és ezzel díszítjük a dobozt. Na de milyen dobozt? Most, mivel hogy elkezdődött ez az őszi időszak, ez az esősebb, egy kicsit megfázósabb időszak, és többet teázunk, arra gondoltam, mi lenne, hogyha egy teás dobozt készítenénk. Miért? Ha már sokkal teázni valunk, akkor miért ne valami szépből tennénk ezt, úgyhogy egy ilyen teásdobozzal, teásdobozt díszítenénk fel. Ez a teásdoboz alapjában véve össze van csatokkal szerelékelve, mi ezeket most levettük, mert így célszerű festeni, hogy a csatok ne koszolódjanak össze, és a végén pedig majd visszarakjuk rá. Tehát ezt a dobozt fogjuk festeni, úgyhogy hajrá, kezdjük el! Az előző részből már tanulva, alapozással fogunk kezdeni, mind a doboznak a tetejét, mind az alját ezzel fogjuk megalapozni. Szintén fehér alapozást választottunk, és szintén vízzel oldódó festéket fogunk használni? Ez egy akril festék, tehát az korábban szoft festékkel dolgoztunk, ez egy klasszikus vízbázisú akril festék, ami vízzel hígítható, de nem célszerű hígítani egyébként, festeni úgy, ahogy van már a dobozból lehet, tehát nem kell hígítani, nem kell semmit vele csinálni, rögtön lehet a felületre festeni. A dobozunk, ha egy picit érdesebb, akkor érdemes megcsiszolgatni, de ez a doboz, amivel dolgozunk, ezt nem kell csiszolni, ez tökéletesen rögtön alapozható, kezdhető. Akkor mi is, illetve a nézők is neki eshetnek, hogyha úgy van. Az a lényege a festésnek, a akril festékkel való festésnek, hogy minél szélesebb mozdulatokkal, nem pici pamacsolással, hanem széles mozdulatokkal fessük le a felületet. És az első alapozó festésnél előfordul, hogy a fának a vágása során ezek az egyenetlenségek előjönnek, és ilyenkor érdemes akkor egy picit csiszolni. Nos, hát az alapozás az megtörtént, mennyi idő alatt tud megszáradni, és hogyan? 5 perc alatt, ez nagyon gyorsan száradó festék, 5-10 perc alatt megszárad teljesen, és mehet rá a következő réteg. A te részed, tehát a teteje, az fehér színű lesz, tehát fehérre kell festeni. Adom is neked hozzá a fehér akrilfestéket. Az én darabom pedig keki színű lesz, tehát egy ilyen zöldes. Ez a se nem színű. Zöld, se nem barna. A keki színt azért választottam, mert a szalvétához megpróbálunk ilyen harmonizáló színeket választani általában, és ennek a levélnek a színéhez választottam. A rózsaszín már túl sok lett volna. Nekem túl sok lett volna, de aki rózsaszínes, annak természetesen lehet rózsaszíne. Vagy igen, a csajosabb, bárkinek lehet választani hozzá olyan színt, amilyet szeretne, lehet fehéren hagyni. Nekem ez a szín kombináció jött be. Már több helyen elmondtuk, hogy az általunk elkészített tárgyakat, legyen az majd dísztárgy vagy használati tárgy, ki fogjuk sorsolni mindig a Weekend című műsorba, úgyhogy érdemes már csak emiatt is velünk tartani, egyszerű kérdéseket fogunk feltenni. Elkészült akkor az alja és a teteje is, most az alját egy picit félre rakjuk, és a tetején kezdünk dolgozni, tehát erre fogjuk ragasztani a mintát. Magát a szalvétát. Javaslom mindenkinek, hogy én már többször jártam úgy, hogy nem jó helyre ragasztottam a szalvétát, tehát nézze meg, hogy szeretné. Tehát itt van a két... hol a furat, igen, a helyen. Igen. Tehát a két hátsó csat idejön, itt az eleje, és a szalvétát úgy így szeretnénk majd, ahogy rá szeretnénk helyezni, vagy az egyik oldalra, vagy a másik oldalra, hogy mutatós legyen. Tehát ez célszerű megnézni ragasztás előtt, hogy fog kinézni majd a végkifejlet. Tehát van egy gyönyörű szép szalvéta. Van egy szalvéta, amit szeretnénk ráragasztani erre a dobozra. Széthagyjuk. Én előbb kiszoktam tépni, majd pedig a legfelső réteget leválasztjuk róla, mert a szalvétának csak a leges-legfelső, a mintás részét használjuk fel. Tehát ezt így szépen, ebben az esetben minél közelebb a mintához kitépjük.
Azért kell tépni, és nem vágni, mert a tépés során szebben bele lehet simítani a felületbe a széleket, míg vágásnál sokkal élesebbek a kontúrok, tehát nem látszik, hogy az egy ragasztott szalvéta. A tépésnél sokkal szebben bele tudjuk simítani a felületbe. Ezt dekupázs ragasztó, egészen egyszerű, és lakk. Ezzel a ragasztóval fogunk dolgozni, ez selyem fényű egyébként, ez a ragasztó, és egy nagyon picit, tehát nem mártjuk bele erősen az ecsetet, csak egy picit az ecset szélére veszünk. Ez azért nagyon fontos, mert ez is vízbázisú ragasztó, és hogyha túl sok a ragasztó, szétmálik a szalvéta, eláztatja, és akkor szétszakad ragasztás közepette. Akkor kezdhetjük elő. Akkor érdemes kitépni, vagy bízol önmagunkban? Én bízom benne, hogy bele fogod tudni ragasztani. Tehát alulra és felülre is kenjük a ragasztót. Tehát, tartsam meg neked, hogy stabilabb legyen? Hogy nem, szerintem ezt így így megfogod a kezedbe, és szépen alákened a ragasztót végig. Ilyen hosszú, szintén hosszú ecset mozdulatokkal, és ahogy alákented a ragasztót, akkor ezt szépen rásimítod. Ezt egy picit lehet, hogy lentebb kellene húznunk, hogy a minta jó helyen legyen. Tehát még egyszer ide alákenjük a ragasztót. Egy picit még veszünk el, hogy lentebb húztuk mindenhová jusson. Majd pedig az ecsetnek a másik részével szoktam itt szépen rásimítani. Óvatosan a szalvétákat, finom mozdulattal, ne szakadjon szét. Most a kétfázisú repesztő laknak az első fázisát fogjuk felkenni. Megszárítottuk, tehát ez már teljes mértékben száraz. A kétfázisú azért kétfázisú, mert két komponens van, ez is vízbázisú természetesen. Az első komponenst feltkenjük, ez meg kell, hogy száradjon teljesen, és aztán a második komponens, mikor felkenjük, akkor lép reakcióba a két vegyszer egymással, és gyönyörű repedéseket eredményez a doboz tetején, tehát egy ilyen régies hatást fogunk elérni vele. Voilà! Mit láthatunk, Veronika? Nagyon szépen elkezdődött már a két komponensnek az egymásra hatása, úgyhogy elkezdett repedezni a felső rétegünk. Tehát egy ilyen öreges, régi, és hatású repedezett felületet fogunk kapni. Ezt még majd ki fogjuk emelni úgynevezett umbrával. Tehát ez nekem a cipőboxra emlékeztet mindig az illata. Tehát ez egy antikolópaszta, komolyra fordítva a szó, tehát ez egy antikolópaszta, és egy ilyen barna szín, és ha megszágolod, mint a cipőbox, ahhoz hasonlít az illata teljes mértékben. Gyanús vagyok, az? Lehet, hogy az, de nem, ez antikolópasztának hívják különböző. Egyébként viaszos hatású paszták is vannak, és nagy valószínűséggel, hogy ebben is van egy pici viasz. De amíg ez szárad, gondolkodhatunk az aljában, tehát a teás dobozunk aljába. Mi az, amit még ugye a gyönyörű keki színre lefestett doboz aljjal lehet még alkotni? Ugye ez az elválasztó teás rész, tehát amit ide középre nekem ide van a fahéjas, ide meg a narancsos. Tehát az elválasztó részt, meg az alját, illetve majd a tetejét is. Én azt gondoltam, én nem szeretem, hogyha ilyen natúr marad, mert nagyon eldőlt a két, a festett és a natúr rész, de valaki szereti, én nem. De ne ezért, rózsaszín legyen. Ez nem rózsaszín, ezért lazúrozni fogjuk. Ez egy diószínű, egy ilyen meleg árnyalatú diószínű lazúrral fogjuk szépen lekenni. Sokkal lágyabb maga ez a festék, ez a lazúr. A
következő műsorban nem tudom, hogy mit fogunk kitalálni. A dekupás technikával, a szalvéta technikával ma megismerkedhettek. Remélem úgy megfogadják Veronika tanácsát, ahogy én is. Én szeretnék mindenképpen otthon elkészíteni egy ilyet, és ne feledjék, csak ismétlem önmagunkat, hogy ezeket a tárgyakat kisorsoljuk majd a weekendbe. Következő műsorblokkunknál mit fogunk készíteni? Van már terved? Igen, én azt gondoltam, hogy már közeleg ez az adventi időszak, tehát hirtelen így egyik pillanatról a másikra azt veszük észre, hogy úristen, már eltelt a november, tehát annyira nagyon gyorsan haladnak a napok, és én azt tervezem, hogy csináljunk egy ilyen kis asztaldíszt, egy adventi asztaldíszt, de nem a hétköznapit, hanem egy picit másabbat, dekupás technika alkalmazásával, és most üvegre fogunk dolgozni. Legyen úgy, mindenképpen tartsanak velünk, két hét múlva körülbelül jelentkezünk, még novemberben.